Na, szevasztok, Bólerek, itt kúly, és itt egy meglepően érdekes videóba. Egy uh, Mighty Builder, egy csapatösszeállító videó lenne ez a mostani. Uh, ugye, mint látjátok, 30 as szinten vagyok lassan 31-esen, elég szépen lehet grindolni. Végre a és is megértette azt, és már a GRN is érezhető volt, hogy most már ne 4-5 héten keresztül folyamatosan grindoljunk, persze van, aki még most is ezt, ezt a kényelmesebb verziót választja, hanem az első naptól ki lehet szedni. Vince carter ezt ugye jó sokféle challenge-el oldották meg, illetve csapat, csapatról csapatra haladva tudunk csinálni challenge-eket, valószínűleg a legdurább az, 750 XP-s challenge -al, ugye 13 játékossal kell nyerni egy mérkőzést, ezt Domination mellett a legjobban kifarmolgatni. Úgyhogy ö, örülök neki, illetve örülök Vince carter is. Kicsit érdekes, hogy két back-to-back -back shooting adott kapunk, ugyanaz a magassággal, mondjuk lehet, hogy GL-t 6 5 sorolják be, ugye Vince Carter 6-6 magas. Én viszont kifejezetten szeretem Vince carter mert az egyik kedvences gém Kobe Bryant mellett, úgyhogy igazából nekem semmi panaszom nincsen erre a szezonra. Illetve végre, 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 végre berobbantottak egy pakkot, ez ugye a fan favorite pak, ami tavaly nekem nem volt a kedvencem. Ugye tavaly elég érdekes lapok jöttek, mint például a Opal, Raja, Dino Raja, vagy mondjuk akit nagyon kedveltem lapot, ő Cameron Red is, őt nagyon szerettem azt a lapot, akkor Eddie Curry, ilyen lapok jöttek, most azért egy fokkal, tehát most nem úgy voltak, hogy a tavalyi csízesek, hanem az idén közkedvelt lapok is már régóta várt lapok, és a régóta várt az egyet jelent azzal, hogy végre megjöttek a kedvenc lapjaim, legalábbis kettő belőle fixem, úgyhogy ugorjunk bele ebbe a squad builderbe, hogy hogy néz ki. Kezdő PG, nem fogok nagy zsákba most kell tárulni. Kezdő PG az egyik hanem a legkedvencebb játékosom, Jamorant. Galaxiopál helyett Dark Matter Jamorant, 99-as óra PGSG, itt van az úriember, nagyon jól néz ki ez a kép, brutál, talán a 44 pontos meccse után lehet ez a, ez a kép. 99 defense, 99 offense, ugye 6-3, hát ugye ő a leg, legkönnyebb játékos az MB, úgyhogy ez a 155 LDS, ezzel annyira nem, nem mutató. Hú, de jól, de, de, így van a csávó. Egyelőre nem dobok velem hú, de brutál sok pontot, de ezek mind állimitedek. Tehát a legtöbb, az, hát azért nem mind állimited, hét állimited meccset játszottam, tehát azért inkább triple 18 pont mostanában így az átlaga is, és, és bőven 50% fölött dobok uh, Jamo Imádom ezt a lapot gyerekek, ráadásul brutál jó a defense -e, mert is mutatom, hogy miért. 48 holofén badge van, én Vettnő ráraktam egy, hát egy ami ugye nem a legjobb, de mindegy, nézzük át gyorsan a fő badge Konkrétan ennek a Morant lapnak az összes lényeges shooting badge Hall of Fame. Egyedül a blinders nincs, de azt megraktunk rá aranyba. Hall of Fame catch and shoot, corner specialist, difficult, se hát nagyon fontos, ankle break, peak puck, ugye defense, és ott a Hall of Fame clamps, Hall of Fame intimidator, Hall of Fame posterizer, circus trees, deep trees, Giant Slayer, Slittery Finisher, tehát minden fog, Quick First Step, Stop and Go, Clutch Shooter, Dead Eye, Sniper, Green Machine, Hot Zone Hunter, Brutal, milyen badge vannak, és ilyen raktunk rá egy, egy arany dimert. végtelen szerződés van az úri emberem, vettem, fontos, hogy vettem. Mert a végén állom, hogy hogy volt erre úgymond My Team pontom. 90 es driving 96-os tripla, 98-as driving dunk, ball 96-os, és ami fontos, hogy egy defensív cipő van az én morentemen, ezáltal 80-as a blokkjának a Jamal morentnek, 98-as a stílje, 99-as a perimeter defense, és 85-as az interior def. Srácok, annyira jó az a 85-as interior def, Kobinak volt egyébként nekem 85-as interior defje, hogy játszottam, most nem akarok, hát egy órája, egy órája játszottam Ben Simmons ellen, Dark Hunter Ben Simmons ellen, húztam rajta egy blokkot is, a kontraszi is egész szépen le tudtam védeni. Úgyhogy Morant 6-3, de ő a kezdő irányítom, úgyhogy ennyi igazából. Imádom ezt a Morant lapot, úgyhogy ő a kezdő irányítom. Az SG, az nyilván itt az SG pozíció, az majd várja Vince carter hogy megérkezzen. Illetve a Vince Carter, hogyha meg fog érkezni, nagyon nem fogom senkire se lecserélni itt az SG pozícióba. Egyedül egy, egy valakire cserélem majd le, hogyha majd nyilván jön. Az pedig a Dark Matter Kobe Bryant lesz, senki más. Úgyhogy a kezdő esgénk az J.R. Smith, lehet őt egyébként variálni, és gondolkodok is majd a variációján, majd kiderül, hogy miért. Nem rossz az a JR, az vagy hogy Next nagyon sok loadout ad be. Aki nem tudja, mi az a loadouts, az egy ilyen jump set törés, mikor úgymond megtörik egy játékosnak a jump shot és teljesen más a, a release-nek a sebessége, gyorsasága. Ez JR-nál nagyon sok előfordul. fordul. még elfelejtettem azt mondani, hogy brutális a jó a release nagyon lehet vele dobni, ugye very quick, John a az upper release és a, a down release, pedig a, a, a bass, az a Paul george tehát brutálisan jó mind a kettő kombináció, úgyhogy Jammer ennek a release -e baromi jó. JR-nak ugye azt hiszem neki csak quick, nem pedig very quick a release -e, ez látszik. Aki használt Michael Porter Jr. esetleg Dark Matter-be ugyanaz a release -e. Úgyhogy hát érdekes ez a JR lap. Idén nem érzem annyira csíznek, mint mondjuk az előző, hát mondjuk azt évadok előző részekben volt, de egyelőre kezdő shooting eldrunk, JR Smith. Kezdő SF-ünk, most gondolkodtok, hogy kihagyjam, hagyjuk a legjobbat a végére. Kezdő PFM Jason Tatum. Imádom, srácok, ezt a Jason tatum ot Ugye a Final Collection Reward, hogyha 4000 lapot összegyűjtünk, akkor egy Dark Matter Jason tatum lehet szerezni. Hát ez nem az a Jason Tatum, ez egy moments az Jason Tatum, ugyanis az úriember 60 pontot berámolt, és ezzel uh, kiérdemelte ki ezt a Dark Matter lapot, úgyhogy ez egy Moments Dark Matter lap, ami elég jól tartja az árát, hiszen nem nyitható. PFSF 6-8 magas, ezt ugye tudjuk, hogy már azért a valóságban kicsit már magasabb az úriember. 99-es Offense, 96-os Defense, uh, 43 Hall of Fame badge, az enyémben van már egy plusz badge, nem is tudom, hogy melyik pontosan, de van már rajta egy plusz Hall of Fame badge, de itt is a fontosabb badge azok mint Hall of Fame, úgyhogy szerintem felesleges átfutni. Van rajta Diamond szerződés, illetve Diamond cipő, a Diamond cipővel 99-es midrange, 99-es tripla, ami lényeges. Mellette 98-as de mindenki van, a standing dunk 60-as, de annyira nem vesz, nem vesz, észre az ember. Pass egész oké, okay, is, ami a defense, fura, hogy 9 as a defense, mert az interior defaz 88 perimeter defense 94, steel 92, block 88, tehát brut és a lepattanó is 99, tehát brutálisan jó PF, ilyen, ez a small guard PF, Jason Tatum center, nem más, mint a újabb fan favorite lapunk, Anthony Davis, Dark Matter Anthony Davis, mint tudjátok, és aki régebb óta nézi a streamemet, illetve a videóimat, hogy nekem volt egy galaxiopál Galaxy Open, Anthony is szép dicsértem azt a lapot, imádtam azt a lapot. Kicsit outdated lett, de, de nagyon, tényleg nagyon szerettem azt, a, azt az Anthony davis t és hát mit ad ez a játék kiad igazából egy hasonló kinézetű fan favorit Dark Matter Anthony Davis-t, úgyhogy úgy látszik, hogy a két kedvenc promóm az a Retro 2 és a fan favorit lesz, egyelőre legalábbis, mert konkrétan két kedvenc játékosomat, és az egyik kedvenc használható játékon belül játékosomat kihozták, úgyhogy eddig ez elég okés. Okay úgyhogy Anthony Davis, 49 Hall of Fame badge köztük, Deep Trees, Quick First Step, brutális jó, egyedül majd Blinders kell majd rá pakolni. Srácok, nem tagadom, hogy eddig Anthony Davis a legjobb center, akit használtam a játékba, és én tényleg használtam Shaquille használtam Will Chamberlain-t, Karim abdul jabbar Bol mindenki tényleg mindenkit, David Robinson, mindenkit használtam. Ö, ha ki kéne emelnem Anthony Davis-en kívül még egy centert, a Karim az meglepően jó. Meglepően jó a Karim, nem feltétlenül az, hogy dobás, Karimnak nagyon jól a Shekelon és a Will Chamberlainhez képest, itt most csak kizárólag NextGenről beszélek, mert különösen már nem játszom. Annyi, hogy Karimban benne van az, hogy egy olyat kéne szerezni, mondjuk most már azért egyszerűbb, hogy Badge-eket lehet szedni a Token Marketből, amin, amin van Hall of Fame Deep Trees, esetleg egy tripla cipő, és rá, van, rá van pakolva pár shooting badge, viszont ugye az is benne vagy, hogy Karim jön majd egy jobb verzió, de Karim zseniális a jó támadásba is, és védekezésbe, tehát nekem a védekezés ami nagyon fontos, mert next a védekezés az, az ilyen nagyon kiki, ilyen nagyon fura, hogy néha nagyon lassú, néha nem lassú, néha lehet ombólom védekezni, néha nem. Úgyhogy érdekes, de Anthony Davis az, az bízt. És a kezdő SFM nem más, mint a király, Dark Matter LeBron James, SFPF. Hát gyerekek, ezt a Dark Matter James-t ezt csúnyán felpumpáltam. Már is megnézzük, hogy miért. 6-9 magas LeBron James, 99-es offense, 99-es defense. Nem mondom azt, hogy ez, ez az egyetlen James. Brutálisan jól néz ki a kádvert ezzel a Momba jersey-vel. Valószínűleg jönni fog egy PG James is, de nekem nem kell az a PG James. Én ezzel teljesen elégedett leszek, ugyanis az a LeBron ennek a LeBronomnak 53 Hall of Fame badge van, alapból 48, és erre még pakolni fogunk. Úgyhogy eléggé fel van stackelve az öreg. Egy miatt, hiány, egy miatt hiányos ez a James, hogy arany a Lob -city finisher egy LeBronnak, aki brutál mennyi húzott be, ő, akár be, akár a Miami Heatbe, akár a Clevelandbe, és most ugye a lékezve is már párat, úgyhogy nem is értem, de mindegy. Lényegesebb badge, hogy a james nem van Hall of Fame Blinders, illetve a Holofame Ribbon is pakoltunk rá. Még nem tudom miket, ugye ott is van a Holofame Blinders, ami ugye next -gen azért az eléggé OP badge. Még pakoltam rá pár badge-et, most nem tudom pontosan hogy miket, de de tényleg a Clutch shooter is ráraktam, például ice waste tehát mindent, amit lehet, azt LeBronra rakok. Egyszerűen brutális ez a lap. És még, és még nem is használtam, nagyon kevés meccset meccsen használtam. Van rajta egy, egy tripla cipő, igazából csak azért, hogy miért ne. Shooting cipő helyett speed shoe volt rajta, viszont akkor slasher lett a takeover -e, és azért mégiscsak a next gen a sharpshooter take -over a legjobb, úgyhogy így James az brutál. Tehát nézzétek meg ezeket az adatokat. 90-es posztfédői, 98-es layup, 97-es mind 99-es a, triplával a, 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 a cipővel a triplája, 90-es standing, tehát végre ez a James ez olyan, a, egy ilyen brutális, inkább euh, PF, tehát én PF-ként használom, és úgyis úgy meg fogom csinálni a Jason Tatummal. Tehát végre egy ilyen brutál mennyi a standing 90-es, 98-as driving euh, 93-as ball handling, 92-es block, 90-es interior defense, 97-es perimeter. Annyi, hogy a az érdekes, de annyira nem vesz észre az ember, úgyhogy én így szoktam őket játszatni, de igazából felcseréltjük, és így is játszhatjuk, hiszen Jason Tatum az ugye primary, PF és sokkal magasabb a lepattanója. Padon. Kiszedtem, srácok, az ascension pont a 30-as szintű Ascension-ből kijött nekem ez a Dark Matter, Sidney Moncrief. Nem egy ilyen hú, de nagy brutál lap, Sidney Moncrief 6-3-as, és nincsen neki például Hall of Fame Deep trees -e, csak arany, igazából inkább Defensive badge vannak, de az, de, de, de az brutális, srácok. Tehát azért van mellette a Hall of Hot Zone Hunter, meg de meg Die, annyi, hogy ugye a Deep Trees az csak arany, meg a ez is csak arany. Viszont valami, valami brutál. Egy meccset játszottam, két, bocsánat, két meccset, az egyik az egy triple threat, és, és elég jól dobtam bele a hármast az, az meccsen. Ugye 6-3 magas, 92-es layup, 97-es midrange, 93-as a triplája, és csak 85-es a driving dunk, de ennek a Sidney moncliffe -ok nem ez a lényege, hanem a defense. Nézzétek meg azt a defense. Ez egy 6-3-as irányítónak a védekezése, 88-as blokk, 99-es stíl, 99-es perimeter defense, 90-es interior defense. Ennél a lapnál jelenleg defense most pont, pont majd jött ki, csak a Dark Matter uh, Gary Payton lehet az, aki, aki brutálabb, ez a, ez a, ez a rendes trúgár mutatókban brutál, milyen defense van, úgyhogy ő van a, a padon, mint, mint csereirányító. A második játékosom SG-be, az pedig a Galaxy Opal R.J. Barrett. Brutális, vagy az az RG Barrett is, 20 pár ezerért össze lehet szedni, és nagyon jó srácok ez az RG Barrett lap. Üh, tényleg egyszerűen balkezes jamsetja van, és, és baromi jó. Azt hiszem, hogy Carmelo Anthony és Rudy Gay release van, itt legalábbis, és egyszerűen fantasztikus. 94-es a triplája, 95-es a driving és a védekezése is olyan, hogy, hogy wow, tehát nem, nem mondaná meg az ember, hogy, hogy, hogy ennyire jó igazából volt olyan meccsem, ugye a 6-6 magas RG Berett, hogy az SG, az SG Durantet kiblokkolt a tripláról. Tényleg nagyon hihetetlenül jó az alap. Nem, és nem gondolna az ember, most statra, statra is jól néz ki, de, de, nem ennyire, ahogy mozog a pályám. A csere sf az nem más, mint Kawai Leonard. Imádom, srácok, még mindig ezt a Kawai leonard nagyon szeretem használni, még mindig brutális, hogy jó, ugye a Ray Allen release az még mindig nagyon király, úgyhogy Kawhi Leonard a 3 pozíción, a P.F.M. az még mindig a Paul millsap. nagyon szeretem ezt a millsap használni, még mindig szintén nagyon jó, nagyon jó védekező játékos, úgyhogy ő a csere négyes és a csere 5-ösünk pedig az admirális David Robinson. Ha egyszer kijön belőle egy Dark matter, akkor fixem kezdőbe, helyet fog kapni valószínűleg Tatum, akkor kikerül sem hogy Davis pedig lekerül a 4-es pozícióra, mert ezeket a játékosokat nem nagyon tervezem eladni, kivétel persze Jason Tatum, a többi játékos az nem feláldozható. A padon még leszoktam rakni egy-két ilyen kisebb lapot, mint például a ról akit nagyon szeretek, talán még rólnak várnék egy jó Dark egy jó defensív, vagy egy jó dribbling statokkal, illetve egy, megérdemelt Dark Matter lapot, mert hogyha a GR kap Dark Matter t akkor szerintem Brandorról is simán kaphatna Dark lapot. Berakjuk még azért a Reset Lewis-t. Fontos, a Reset Lewis-nak update a dribble tehát most már tud curry slide itt next és sokkal jobb dribble move vannak, illetve ide még beteltünk mondjuk egy, mit tudom én, Bobby Jones az nem rossz egyébként, a Bobby Jones még szeretem használni, mert brutálisan milyen jó védekezés van, ugye ez egy exchange lab, de nézzétek meg, 97-es minden defia, és azt hiszem, hogy a védekezése is 99 végig, Aha, vagy 100. Én megnézem gyorsan Sidney Moncrief, kíváncsi vagyok, hogy neki a, a tendencia a milyen, mert szerintem az is százas. 99-es. De az a durva, hogy a LeBron-nak is, meg a Morennek is ilyen magas egyébként a, a, a defje, neki ilyen 90 körüliek, igen, tehát egy brutál, 92-es blog shot tendency, morennek Úgyhogy srácok, ez a csapat, lehet, hogy itt még a, mint a Bobby Jones helyett berakom a John volt. Úgyhogy ez, ez a kezdő csapatom, és hát ez a, ez a fullos csapat, Ö, nem játszottam még olyan húda sok meccset velük, de, de brutál. Azért egy elég sok brutál csapat eljátszottam. Most hét meccset játszottam el Limitedbe, és ö, abból kettőt veszítettem el, ötöt megnyertem. Az öt, az abból, abból mind az öt ilyen, ilyen, nagyon kemény csapat ellen, a kettő pedig srácok ilyen, ilyen poén csapat tehát ilyen, ilyen, nem mondom azt nagyon budget, de ilyen nevetséges csapat ellen, hogy sajnos az Equalizer-re itt nagyon nehéz mit kezdeni, mert három éden keresztül konkrétan szivet a játék, és akkor a végén úgy, ahogy engedi bedobálni. Ez úgy néz ki, hogy te csak a grind dobod be, hogyha végre tudsz dobni egy green az ellenfeled meg minden fehéret is. Itt most gondolok a, azokra a rohat 40-50 százalékos slightly contested-ekre, slightly contested 50%-on brutál mennyi be, de hát ez a next gen, már csak ilyen. Úgyhogy ö, várok még egy pár lapot, ez egy kobit nagyon szeretnék, de a Vince Carter is el leszek. Na és akkor a lényeg, hogy hogy volt Kuhinak erre a pontja? Mint tudjátok, a csapatomban azért volt egy-két elég jó játékos, mint például a Dark Matter Kobe bryant ugye PG pozícióba volt a Dark Matter Hero Zion meg volt még Will chamberlain is, ugye, illetve kihúztunk kettő darab ö, Ben Simmons-t. Hát srácok, mindenkit eladtam. De tényleg mindenkit eladtam. Összejött egy ilyen 2 millió mighting pont, úgy mindenkiből. Ö, meg volt egy, egy Dark Matter is közben. Az Ion az van, brutál áron ment el, srácok. 650 ezer ment el az ion A Kobe az egy nagyon nevetséges áron, azt nagyon, nagyon rossz adtam el, meg rossz időbe tettem fel, mindig 4 órába szoktam feltenni, az 12 órába, mindegy, hogy összevet nagyjából ilyen 2,1 millió májtim pontom volt. És kijött a fan favorit pak, és úgy voltam, hogy 2, 2 millió májtim pontot meghagyok, és megveszem a James meg a morant Mert nem gondoltam, hogy bele fog félni Anthony Davis. Viszont úgy voltam vele, hogy 100 ezer májtim pontból nyitogassunk már egy picit, pont kijött a pak, ugye pont úgy volt, hogy így, Kidobált, bedobált, kidobált, bedobált, mondom, ilyenkor húztam még annó a híró Luca Doncsicsot is, a Galaxiopel Luca Doncsicsot is, ami ugye akkor nagyon egy gamebreaker lap volt, és tényleg imádtam ezt a lapot, nyissunk rá. Hát srácok, abban a szerencsével lett részem, hogy kinyitottam a Dark Matter Tom Makert, aminek úgy voltam, hogy baszki, hát miért nem Moran, miért nem LeBron, vagy miért nem Anthony Davis, Tom Maker, hú, tök jó. Hát kiderült, hogy Tone Maker Kobe Bryant release ezt ugye meg is néztem, ezért számítható volt, hogy, vagy, vagy várható volt, hogy, hogy ilyen Zion-szerű. Ugye a Tone Maker SFPF, vagy PFSF, 7 magas, köri és nextgen az egyik legbrutálisabb lap, és 600 ezer mighty pontért tudtam eladni, az első között húztam ki, tehát az első 20 percben ki tudtam húzni ezt a Dark lapot. és ö, eladtam 600 ezer mighty pontért, és akkor így volt pénzem ezekre a játékosokra, így mind, akiket így nagyjából a kezdőben láttok, illetve a padon, ö, még több is volt, nagyjából még egy ilyen 4-500 ezer igen, az én hülyeségem is vettem volna egy Tom vagy éppen egy tracy vagy bármi ilyesmit, bár SG-t nem nagyon vennék, mert igazából felesleges, mert elhasználom a beretet, illetve a JR-t is. És a, ha, tehet, ha úgy lenne, akkor én, én esküszöm beraknám, a, a, be, be, is fogom tenni az RG beretet egyébként a kezdő SG-be. Szóval 400 ezer még fixen elnyitottam rá erre a pakra. Sajnos Galaxiopál fölé nem tudtunk megint jutni, tehát nyitottunk isaac -et. például Jonathan Isaac baromi jó lapsrácok, mindenkinek ajánlom, 60 ezer mentünk, körül meg lehet szeretni, azt is is. Nagyon jó sfp mint például Tatum, vagy pedig LeBron James, de inkább LeBron Jameshez hasonlítanám, mert ő, ugye 7 magas, nem 6-11 magas ő, Jonathan Isaac, és, és brutál milyen defense van, ilyen LeBronhoz hasonló. Úgyhogy a srácok így lett, zsém a csapatra, ezzel fogjuk majd, ezzel majd nyomatni. És majd tervezek valamikor a héten egy, egy ilyen kis, kisebb unlimited streamet, mikor csak nyomjuk tényleg, csak chillbe. Nem ragaszkodunk rá annyira vinre, csak nyomjuk, mert most itt kilépek, mint aktív csapat, nyomjuk, mert ugye van itt, van itt challenge még bőven, ez a Vince Carter egyébként brutális a jó kárdártot kapott. Úgyhogy van itt még challenge bőven, itt most van ez a lockdown, rewind, ez ugye az új Gary payton vannak itt még challenge bőven, úgyhogy nyomatjuk srácok, tényleg kipróbáljuk, hogy mire tudunk menni. Úgyhogy ez lenne a csapat, remélem tetszik nektek, jöhetnek azért a, a hozzászólások, hogy kit hogy használjunk, kit kéne megszerezni, vagy a padot hogy erősítjük, mert, mert, most már tényleg el kéne kezdeni. A kezdő az rendben van, az ugye eléggé fix. Ugye ebből a kezdőből négy játékos fix, de a JR-t azt inkább a padon fogom majd de Anthony Davis, LeBron és John az nálam fix, főleg Morant, tehát ott nem mondjátok azt, hogy miért nem Hilt használok, vagy Ben Simmons, vagy bármit, nekem John kezdő is kész. Úgyhogy jöhetnek azért a tanácsok, hogy a padot majd kivel kéne erősíteni, kivel kéne cserélni. Például majd a Jonathan Isaac-et tervezem visszamenni Paul Millsap helyett, vagy pedig majd meglátjuk ezzel a mit tudunk majd kezdeni. És srácok, ez lett volna a videó, remélem tetszett nektek, majd kiírom a, a csoportba, illetve majd az nba csoportba is, hogy mikor lesz a stream, úgyhogy köszönöm szépen, srácok, legyetek jók, jó grindot, hajrá, mindenki szerezze meg a Vince Kertet, aki teheti, sziasztok!